A tatai edzőtábor lesz a helyszíne az első országos állatorvos agrársportnapnak. A rendezvényt szeptember 20-án tartják, melyre az ország egész területéről várják az agráriumban dolgozó szakembereket. Az állatorvosi oktatás mindig arról volt híres, hogy kiváló sportolókat képzett. Kiváló sportolóink voltak. Mindahogy elhangzott a sajtótájékoztatón, volt olyan, hogy a vízilabda csapat fele orvos, a másik fele állatorvos volt. És a mai napig is nagyon sok kiváló sportolónk van, aki oda az állatorvos képzést választotta. A rendezvény nagykövetének dr. Hargitay András világ- és Európa-bajnok úszót választották, aki a civil életben szintén állatorvos. A sport az jó dolog, és hogyha, ugye mi mindig az élsportra vagyunk ráva, mondjuk ez nagyon fontos az élsport, de azért ne felejtsük el, az élsportolás egy bizonyos idő után ugye az abban marad, és akkor jönnek a hétköznapi sportolók, akik hát többnyire sokszor élsportolókból állnak. És hogyha az élsport olyan szinten tud segíteni ebben, hogy csak akár, hogyha nevével több embert hív, hogy akkor az fontos, hogy az emberek összejönnek. Igazából ennek az egésznek az a lényeg. Egyébként a sport is valamikor úgy indult, egy kis megmérkőzés egymással és találkozás, hogy ha találkozni tudnak egy ilyen alkalomból, ez nagyon jó. A tenisz, kispályás, foci, futás, fogadhajtás és sárkányhajó versenyek mellett remek családi programokkal készülnek a szervezők. Az ötlet az tavaly jött még. Egy orvos unoköcsémtől fölmerült ilyen orvos-állatorvos sportrendezvények a megszervezése, ami nem jött össze, de bennem akkor már a bogár elindult, és így kezdődött, hogy állatorvos-agrár sportrendezvény családi programot csináljunk, és mivel Tatán élek, tehát kézenfekvő volt, hogy Tatán legyen itt az edzőtáborban, ami hát kiváló partnernek bizonyult, hiszen ősszel jöttem ugye helyet lefoglalni, illetve megbeszélni, és hát rögtön egy igent kaptam. Nyitott város vagyunk, vendégváró, vendégszerető város, így egy újabb ilyen ötletnek nem lehet ellenállni, és nagyon megtisztelő volt dr. Bandi Pál doktor úrnak a megkeresése, aki kitalálta, hogy legyen az állatorvos és agrár szakembereknek, az ott dolgozóknak is egy napja, egy családi napja, egy sportnapja itt Tatán. Mi pedig azt gondolom, hogy kiváló helyszínt tudunk ehhez biztosítani az edzőtáborban is, illetve a város más pontjain is, úgyhogy Isten hozza őket szeptember 20-án Tatára.